négy főre dagadt a 51 után, négy főre dagadt a eremeny csoport, amelyet élén engem delegált a Széchenyi, és háromat az akadémia. Az első volt ugye Hol Béla piarista, a második volt Ervai Ferenc Ciszter, és a negyedik pedig a Kelecsényi Ákos Ciszter. Na úgyhogy jó el voltunk látva, de legalább jó megvoltunk, mert... Két piarista, két Ciszter. Én nem voltam fölszentelve. De na jó. Minden esetre jól megvoltunk, és hát mondani se kell, hogy nem volt probléma a latin sem, a német, tehát én közben jó begyakoroltam, mint már korábban elmeséltem, mert gyakorlatilag a magyaron kívül ez a két nyelv ment még. Egy csoportvezető voltam, egy személyes társulat, aki mellé a akadémia két-három embert még delegált, akik örökös frázba voltak, ugye, ebben lévén papok, úgyhogy mikor rúgják, mikor vonja meg az akadémia. Szerencsére nem vonta meg, mert akadémiai díjat is kapott. Például. Ki volt a főnöke? Jó kérdés. Főigazgató. Nem tartoztam osztályon. Teljesen önálló voltam. 61-re alakult ki a társaság, ha jól emlékszem, de 10 évesen. Ami azóta is rekord, mert a többi könyvekhez több idő kellett a továbbiakhoz. Na minden esetre. Na hát jó társaság volt. Igaz, miután Ákosnak, Kelecsényinek felajánlottak a Széchenyiben a referencen állást, hát ő oda, kint, hát mégiscsak státus, ez pedig mindig függött, hogy akadémia ad-e pénzt, vagy nem, ő oda átment, úgyhogy végül is ő kivált közülünk. De nem azért, mert nem jól érezte magát, hogy sértetlen, csak hát az jobban is, és jobb, és biztosabb hely volt. A másik kettő az végig kitartott, olyannyira, hogy mikor 90 után, hát a Hol Béla sajnos elment már előbb, meghalt, és de Hervai Feri az ma is 19-es születésű, úgyhogy Alperjel Zircen, de úgy hallottam, hogy most már nem megy cserkésztáborba, szóval beteg már ő is.